Sziasztok! Arra kérlek, hogyha ha szereted ezeket a videókat, akkor iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy lájkot, és az ismerőseidek is közvetítsd is ki, hogyha lehetséges, így fogunk tudni növekedni. Nagyon fontos időszak jön a, az életünkben. Abszolút verik a háborús tamtamot Nyugat-Európában, és tulajdonképpen az oroszok is, tehát igazából semmivel nem jobbak, tehát nehogy egy másodperc is azt gondoljátok, hogy Tényleg a, a paraszt nagyapám azt forog a sírjában, hogy én bármilyen pozitív dolgot mondjak egy orosz vezetőre, de azt kell mondjam, hogy Putyinak egy picit több esze van, mint úgy látszom, cik, akár a lengyel, akár a francia... Ö fő embereknek fogalmazunk fogalmazzunk így, nem akarok neveket mondani, mert mit tudom én, hogy megint, hát ha, emiatt tilt le a YouTube, a se tudja. De hát elég érdekes időket élünk, és minden esetre öt nappal a tavaszi napi egyenlőség után, remélem pesgőztetek, az első fogyasztkozás szezon, az idei első fogyatkozás szezon indul, méghozzá egy holdfogyatkozással, méghozzá egy részleges holdfogyatkozással. Mi történik fogyatkozásokkor? Most egyelőre a Konkrétan a holdfogyatkozásra fogok koncentrálni. Ha már láttál tőlem ilyen videót, akkor ezt most ismétlis lesz a számodra, de minden új születnek minden vicc új, tehát azt hiszem, hogy érdemes átismételni, mi történik. Teli holdkor lehetséges holdfogyatkozás. A nap és a hold szemben állnak egymással, és ilyenkor azt szoktuk mondani, mert ugye a karmasztrógiában a hold a spirituális eszencia, tehát a lélek, a nap pedig a tudatosság, a választott út, amit szeretnél elsajátítani ebben az inkarnációban, az ego fejlődés útja, mindenki tudja, hogy mi a csillagjegye pont emiatt. Tehát ez a két fényadó szemben áll egymással, a nap bevilágít a hold rejtelmeibe, tehát a lelki bugyrobba, de a hold is visszailluminál a napra, a tudatosságra, tehát a tudat alattiból feltörő gondolatok, azok rávilágítanak a tudatos gondolatokra. És közben a föld, ugye mi, a kis földecskénknek az árnyéka, amit úgy nevezünk idegen szóval umbra, latinul, szép lassan rákúszik a holdra és eltakarja. Tehát mi történik? Tulajdonképpen van egy oda-visszamenő tudatosság, ösztön és tudat egymást bevilágítja, és jön a földnek az árnyéka, és a föld ugye az érzékszervi érzékel, és a harmadik dimenzió, a fizikai test, betakarja ezeket. Tehát ezt a, ezt a reflektált fényt, amit a hold kibocsájt magából, teli holdkor, azt elmulasztja. Ez részleges lesz, tehát igazából csak, és nem is fogjuk innen észlelni tudni, de azért mutatom nektek a képetet. Tehát mi történik? Az, az tulajdonképpen az ösztön és a tudat fölött felülkerekedik a fizikai létezés, a fizikai test, és ez annál is inkább érdekes a számunkra, mert ebben a Budapestre felállított képletben, hát ezért nem fogjuk egyébként látni, mert ugye reggel 8 órakor következik be, tehát akkor pedig már ugye fönt van bőségesen a nap, tehát meg én nem tudom ezt a innen el. Tudom, mindig azt mondjátok, hogy ó, hát ti nem látjátok, az a baj, hogy én látom, és eltakarja nekem a... Na, menj el, Hihetetlen. Mindegy, biztos lesz de ezt is jobban csinálni, mint mindent. Na, tehát ez a budapesti képlet, és hát elég érdekes, ugye? Tehát itt még egyszer az ösztön, a tudat és a fizikai test hármasa ö, ö, fogalmazódik meg, és mi nyer a fizikai test, az érzékszervek, az érzékiség, még ezt is mondhatnánk. És ugye, mi van az MC-n? a Pluto, az erő, a hatalom és a transformáció bolygója, vagy hát a plutokrácia. Ugyanakkor a szedna emelkedik az ikrek a Szenensen, ez a szedna még mindig a bikában van, a bika legvégén, most a, hamarosan át fog menni az ikrekbe, és akkor ott is marad gyakorlatilag a következő 70-80 évre. Szedna a szétdarabolás általi teremtéskente úrja, és a desztendensen pedig éppen leereszkedőben van a két erős lány, ugye Pallas a bölcsesség, és Lilit, az asztalról a Lilit, az pedig a lázadás, az igazságtalanság ellen. Tehát a kettő együtt működik, a, hogy képletben, a, 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 vagy a március 20-ai képletben a Saturnus még blokkolta a Vénuszt, itt már nem, tehát itt ez, ez ezt nevezzük támogató együttállásnak, amikor a, a, gyorsabb bolygó ugye a Vénusz, és előbb áll, tehát a Szaturnusz mögött áll és támogatja. A Neptunusz bent van már abban az utolsó három fokban, a halak utolsó három fokát, az mindenféleképpen egy szenzitív területe az állatövnek, Ilyenkor szoktak az elmúlásnak, a, a végrendelkezésnek, a lezárásnak a, a, dolgai is hát előjönni. Nem volt véletlen, ugye, hogy Zoli Valpont ugye, az örök élet versus halál videót raktuk ki a versus sorozatban, ugye még ez múlt, nem, ez most kedden volt bocsánat, ezt most hétvégén fogom kirakni, ez kedden volt, és nagyon érdekes, hogy mennyire reagáltatok rá, és valóban ez egy tabu téma, és mégis milyen sok embert érdekel, és mégsem beszélünk róla. És bizony a Neptunusz, ugye az álmok, meg transzendens élmények bolygója, az most pont ebben a három fogban van, ahol ezek amúgy is hatványozottan előkerülnek, van egy Jupiter-Uranus közeledő együttásunk, Hamarosan együtt fog állni ez a két bolygó, 20-án, és akkor az 12-13 évente egyszer történik meg. Az mindig egy mini generációt hoz létre, akik különlegesen szerencsések, vagy különleges dolgokat, szerencsét igénylő dolgokat tudnak változtatni a világban. Tehát ez most érdekes lesz a számunkra. És még van egy ilyen négyes, tulajdonképpen együtt rezgés, amiből látjátok, a Keiron felszálló holcsomó az már távolodik, duplán távolodik, hiszen a Keiron előre megy, a holcsomó pedig hátrál, és a Merhul pedig beérte az eris a drasztikusan megváltozó külső körülmények kentaúját, tehát a háborús retorika egészen biztosan fel fog erősödni. Be akarnak bennünket nyomni ebbe a szarba, nem az ő gyerekük fog meghalni, nincs itt gyerekük, kezdjük ott, Makrodnak sincs gyereke például. És akkor azt nem tudom, hogy tusznak van-e a tuskónak, de hát nem csodálkoznék, ha neki se lenne, mert lesz a dolgokat. Na jó, nézzünk, mert van egy gyönyörű és nagyon ritka tűzlevegő melkabánk, méghozzá pont a nappal, tehát ilyen 4-5 fokon pontosodik be, Amihez aztán kapcsolódik egy t kvadrát is, az asenes és a Transplutó által, és a t a csúcsára még rákerül egy angyalszárny is. Tehát egy nagyon komplikált és nagyon szép tulajdonképpen ö, alakzat, egy egy ö, sokszoros alakzat ö, ö, rajzolódik ki. Hogyha nagyon megvizsgáljátok, akkor tényleg az egész a Transplutóra van kihelyezve, tehát a, a csatornázás dimenzióugrás. Kente úrjára, hiszen az angyalszárnyak a csúcsa is ott van, és a T kvadrátnak is az apexe, illetve a jod sors ujja két kvinkunkszal és egy szextillel szintén ide hajasz ki. Tehát egy nagyon érdekes és ritka konfigurációt és szép szimmetrikus konfigurációt látsz, egy hatágú csillagot. Ugye a Merkaba azért érdekes, mert Általában a tengelyek hozzák létre, itt most a két fényadó kapcsolódik be a tengelyekbe, tehát az abszolút nem ritka, hogy az aszendens, eszendens és az MCIC tengely létrehoz egy egy misztikus négyzetet, láthatjátok ugye a tengelyek közötti négy misztikus nézetet, és itt az a csodálatos, hogy a naphold opozíció belemegy ebbe, és kiegészíti egy hatágú csillagra. Mi is a Merkaba? Ez ugye itt egy levegő-tűz, vagy tűzlevegő Merkaba, tehát maszkulin jegyekben jön létre, tehát aktív, energikus, kifelé áradó, az értelmet is, és az intuíciót is erősíti. És ami pedig ö, ugye létrejön, mint ö, megmozgató, hát kicsit nehéz alakzat, az pedig a T-kvadrát, méghozzá ez egy egy változó tékvadrát, tehát a változásokat tudja beindítani, és az szárny meg a hold és az IC által jön létre, ugye megint csak az Apexe a Transplutó, a hold a spirituális eszencia, az IC a gyökerek, az otthonunk a család, nagyon erőteljesen megjelenik az otthon, a haza, a család ö, ebben a Mostani téli időpillanatban. Nagyon kíváncsi leszek majd, hogy Holper Tamás mit fog erről írni. Ő sajnos csak ír és nagyon ritkán veszem észre, én nem nagyon logok a Facebookon, tehát kb. 5 percig szoktam rajta lenni, amíg kirakom nektek a videót, vagy megnézem, hogy a barátaimmal mi van. Tényleg 5, maximum 10 percig, és ezért néha elkerülöm a, elkerül a figyelmemet azt, amit ő ír, pedig abszolút geniális. tehát ha megtaláljátok az oldalát, akkor mindenféleképpen olvassátok azt, amit ő kiszokott rakni, mert elképesztően fontos összefüggései vannak, és ő az, aki Hát büszke vagyok rá, mert ugyan igazából nem tanítottam hivatalosan, a workshopjaimra jött el, vagy virtuálisan, vagy fizikailag, de ő az, aki csodálatosan ötvezi az asztrozófiát a karmasztrógiával, és elképesztően jól csinálja a dolgát. Tehát tényleg nagyon, -nagyon örülök neki, hogy ő ezt így felvállalta. Na nézzük a transzendenségi testeket, hát hogy picit okosabbak és ügyesebbek leszünk. A napon ott van Héra, aki tulajdonképpen Júnónak egy alter egoja, ugye az idősebbik verzió, hiszen a görögök voltak először, és utána jöttek a rómaiak, márpedig Júnó a római istennő, az égkirálynője, ugye az Istenek anyja, de Héra, Zeus felesége, egy kisebb aszteroida, tehát nem a négy nagy közé tartozik, és igazából a féltékenység és a bosszúállás is oda tartozik, tehát a féltékeny feleség arhetípusa Héra igazából. Okiró pedig Keiron és Csarikló kislánya, egy kentaur kislány, aki örökli a két szülőtől a különleges képességeket, látogó lesz és orákulum, de állandóan kifecsegi azokat a dolgokat, amiket nem kéne, és ezért a, a folyamatosan megbüntetik a párkák, és ezért fogja magát, és elváltoztatja magát, lemond az emberi szintjéiről, és lóvá változik, és ezért elfelejt beszélni, és nagyon boldog kis csikó lesz belőle. Tehát ez azt mutatja, hogy egyrészt a nap most azért ö, mindig, mindenképpen együtt ezek valami valamifajta féltékenységgel, valamifajta bosszúvágyal, illetve a lebutítás tartozik az okíróhoz, amikor nem mutatom meg a valódi arcomat, vagy a valódi képességeimet, hanem eltitkolom, mert nem akarom, hogy sérüljek, nem akarom, hogy bántsanak. A holdon most jelenleg nem található transzendenségi test, az MC-n viszont rengeteg minden van, parszifál a lovag, Istár az Isten, ugye ez Vénusznak a mezopotámiai verzió, és Grácia az ingyen kegyelem, és két Ö, hogy hívják, a úr, ami nem régiben még a Plutóval rezgett együtt, Amikusz és Orius. Amikusz ugye a, a, az a, ö, Kente aki nem törődik azzal, hogy mi a szent, ugye berohan egy, a csata közepén berohan egy, egy szentébe, és ott felkap egy, egy, és azzal kezd verekedni, tehát a semmi sem szent. És hát ezt látod most Európa vezetői, hogy tényleg semmi sem szent. Orius viszont, ugye az a kentaúr, egy ilyen medve, félig medve Kente aki embereket öl a testvérével együtt, viszont mivel Árésznek a dédunokája, ezért Zeus nem tudja őket úgy megbüntetni, ahogy szeretné, hanem egy ilyen csökkentett büntetést kaptak ezt is abszolút láthatod a világban. Az azt ott van Cibele, kis Ázsiának az egyik teremtés istennője, egy, ö, alapvetően egy, egy kerek egész istennő archetipus. Az ícén, Diana, tehát a holdistennő, a, a római holdistennő és az altarf, ami a, a bétája a, a, ráknak, és a, általában úgy fordítjuk, hogy a tekintet, a belelátó képességet szimbolizálja. És a desztendens pedig ott van Trisztán, Sisyphus és Hidalgo, ezek szintén prominensek voltak, ez a, ugye a Holdom, nem a holdon, valamint volt pár nappal ezelőtt, Trisztán a lovak, Sisyphus ugye a hiába való nehéz munka, Hidalgo a hős, és a Grafias pedig a skorpiónak a zétája, ez az, ahol a a skorpiónak a fullán tartó farokrész és a test egyesül, tehát az ösztön és a még ösztönösebb szint az, ami, ami kapcsolható a az a skorpió csillagképben. És akkor, ha tovább nézegetem, ugye tudjátok, hogy nagyon szeretek ilyen fontosabb téridő pillanatokban tovább nézni, mi van még itt ilyen 5-6 fokon, akkor bizony találunk három Kentaut is, három TNO-t, az egyik a Gongong, -gong, ugye a hatalmas nagy kataklizma jelölő, tehát a Gongong, -gong egy ilyen víz vízkígyó, vagy tűzkígyó, hogy ezt mindig összekeverem, mert az egyik a tűz, a másik meg a víz szinonimája, de tök mindegy, a természeti erőket szimbolizálja, ez egy, ez egy kígyó testű, emberfejű szörnyeteg, akinek a hatalmas ö, részből lévő homloka, amikor éppen verekszik egy másik ilyen kígyószerű lényel, egy óriási lyukat ejt, vagy a, a kozmosz filamentumán, tehát a kozmosznak a, a magán, és ott minden széttörik, a nap az elmozdul a helyéről, tehát tulajdonképpen a kataklizmát írja le, Kirké pedig ugye nem más, mint a varázslónő, aki disznóvá tudta változtatni a férfiakat, erre kéne most itt nekünk is gyúrni lányok, nem tudom, hogy hogy kéne a, a, világ vezetői disznóvá változtatni, abszolút itt az ideje. És ott van Ixion, ugye, akit, akit különbe fogok nektek mutatni, a legvégén, úgyhogy azt arra majd visszatérünk, és ellátus a munkán és íráson alapuló ö, 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 önérzetnek a kenteúrja, aki viszont kapcsolódik ahhoz is, hogy rossz helyen, időnként rossz helyen, rossz időben vagy, nem egészen olyan, mint a, mint a krantor, mert az az igazából rossz helyen, rossz időben lenni, és ezért aztán megszívjuk, hanem konkrétan, amikor megúszok mindent, egyik balesetet a másik után, egyik stiklit a másik után, és akkor egyszer csak nem megy. Tehát ez a fajta végzetes, ö, ö, a vak szerencsébe vetett hitnek a végzetes elpocsékolása. Ez kapcsolódik el át És hogy látjátok, tulajdonképpen Ixion lesz az apex -e ennek a kis, szintén egy kicsit ilyen karácsonyfa alakzatnak, és az angyalszárnyak is. Tehát itt meg az Xionra van kihegyezve. Tehát a Transplutó csatornázás volt ugye a, a nagy... Ö, ö, vagy hogy hívják alakzatnál, látjátok ő, de ha tovább nézegetjük, akkor bizony x van kihegyezve, rögtön megmutatom nektek x Itt van x parancsoljátok, ők a lapidáknak a királya volt, aki megöli a sógrát, mert nem akarja kifizetni az, azt a pénzt, ami a feleségért jár, és ilyen vétket még nem követtek el előtte soha, és ezért feloldozás sincsen rá, és ezért Xion szám kivetve mászkál, és próbálja ugye feloldoztatni magát, Zeus a másik pszichopata, egyik Xion az első dokumentált pszichopata, de a Zeus pedig hát egyértelműen az, ugye, hogyha megnézzük a, a különböző ö, hát tetteit és, és megcsalásait és egyebeket, akkor abszolút lehet látni, különösen akkor, amikor, amikor az emberekkel ellen kell fellépni. Mindenesetre meghívja magához az Olimposzra, amit Ixion azzal, azzal ö, hálál meg, hogy meg akarja erőszakolni Hérát. És ne felé a istennő a déli báb felveszi Héra alakját, és éppen ezért ő az, aki aztán elszemed. Így, így tudják ugye megőrizni Hérát, híre tisztességét, erényességét, és, és aztán ebből a názból, ebből az erőszakból születik Kentaurosz, az első félig állat, félig ember Kentaur, hiszen Keiron félig, Isten félig állat. Tehát ez egy teljesen más kategória és aztán ugye ez egy másik ága lesz a, a a fél állati minőség. És aztán Zeus azzal bünteti Ixiont, hogy fölkötözi egy örökké forgó tüzes kerék, és a tantaloszra, tehát az alvilág egyik bugyrába száműzi. És ez a kerék, ez nem más, mint maga a karmakerék. Amit mi felvállalunk, és több dolog is kapcsolódik Ixionhoz, a rokongyilkosság, az árulás, a csalás, a becsapás és a mindenfajta erőszak, tehát a nemi erőszak is. És ugye a hybris, tehát a túlzott önérzet felfogalkodottság, a törvények figyelmen kívül hagyása, az isteni törvények, vagy az emberi törvények figyelmen kívül hagyása és ugyanakkor pedig maga a karmakerék megtapasztalása és elfogadása is ide kapcsolódik. És itt van a teljes kép, tehát ha összerakjuk azzal a gyönyörű hatágú csillaggal, még a, a többi kentaurt is, akkor azt látod, hogy tényleg egy nagyon-nagyon érdekes és komplex vénszög kép alakult ki. Ez tehát az idei fogyatkozás szezonnak az első fogyatkozása, volt fogyatkozással indulunk, ahol is a fizikai test, az emberi érzékszervek, az emberi ingerek, a testnek a minősége felül fogja írni a, a tudatot is, és az ösztönt is. Érdekes időszaknak nézzünk elébe, vigyázzatok magatokra, tartsátok szárazon a puskaport, iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, küldjetek nekem sok-sok szívecskét, Sziasztok, köszönöm, hogy megnéztetek!